Ez egy rendszámazonosító rendszer. A Komárom-Esztergom megyei polgárőrző szövetség nyerte pályázaton, 3 millió 200 ezer forint. Ez a rendszer ezt felismeri a eltűnt autókat, illetve a körözött autókat, az átrendszámozott autókat, úgyhogy ezt próbáljuk kiszűrni most, hogy ezeket meg lehessen találni az ellopott autókat. Azonosítja a szembejövő, illetve elmenő, akár állóhelybe álló személykocsit, teherautót, bármilyen járművet, rendszám, típus és színre. A rendőrségük kapjuk az adatokat, két naponként van adatfelújítás, ami a napi események, illetve a körözött járműveket keresi és azt beazonosítja. Ezt nem csak Bábornál használjuk, mivel a Komárom-Esztergom megye polgárőrző szövetség nyerte pályázaton, a megyén belül utaztatjuk különböző településekre, de amúgy az országban csak 14 darab található belőle.